A Beregi árvízvédelmi projekt árapasztó tározója feltöltött állapotban 58 millió köbméter vízbefogadására képes, közel 60 négyzetkilométer területen, 1,11 méter magas átlagos vízmennyiséggel, amelyet a Lónya térségében épült fiók tározó egészít ki. A projekt keretében 65 darab műtárgy épül vagy újul meg. Az új rendszer nem csak árvízvédelmi célokat szolgál, hanem kielégíti a mezőgazdasági igényeket és a tájgazdálkodási feladatokat is ellátja, így komplex vízgazdálkodást biztosít. Itt a Beregi térségben a védelmi rendszernek a nagysága gyakorlatilag megduplázódik. Itt gondolunk a töltések nagyságára, a műtárgyak darabszámára, és fogjuk tudni kezelni véleményem szerint a rendkívüli árvizek mellett a vízhiányos időszakokat is, hiszen vízpótló rendszer létesül majd, a vízvisszatartásnak az eszközei, műtárgyai megépülnek. Ez azt jelenti, hogy zsilipekkel, duzzasztóművekkel tudjuk a hasznos vizet a térségben tartani, illetve olyan vízkormányzó létesítmények épülnek, amelyekkel a víz szétosztását is meg tudjuk majd adott esetben valósítani. A komplex projekt meghatározó része a 760 négyzetméteres összterületen lévő új tiszaszalkai szivattyú telep és kapcsolódó létesítményei, amelynek rendkívül fontos szerepe van mind az árvízi, mind a belvízi védekezésben. A telep ezen túl a mobil szivattyúk vízgazdálkodási eszközök, fenntartógépek raktárbázisa is lett. Épületek épültek, és új épület, vagy a régi épületek rekonstrukciójára is sor került. A új épületeken belül található szociális blokk az itt dolgozók munkakörülményének javítása érdekében, illetve karbantartó javító műhely, raktárak az előbb említett technikai eszközökhöz, javítóbázis ugyanezekhez, és a szivattyú elemek tárolásához egy vasvázas fémszín került kialakításra. Ugyanakkor ezeknek a gépeknek a karbantartása, tisztítása is gondoskodni kell, így egy gépkocsimosó is megvalósult, amely itt mögöttünk látható, és az ehhez tartozó nyomásfokozó és egyéb technológiai berendezések is kialakításra kerültek. Emellett a projekt részeként kicserélték az árvíz, illetve zsilip kapukat, megoldották a téli fűthetővé tételüket, így minden időjárási körülmények között üzembiztosan tudnak működni. A telepen található egy 1929-es ipartörténeti ritkaság, egy muzeális értéket képviselő dízel szivattyú gépegység, amelyet szintén megőriztek az utókor számára. A Beregi árvízvédelmi projekt az év végén fejeződik be. A komplex fejlesztéssel akár 20-40 cm-rel is tudják csökkenteni a folyó vízszintjét Tarpától Záhonyig.